Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Ahogy nézem vissza ezeket a felvételeket, a zene, ahogy így megcsendül a fülembe, azt kell mondjam, hogy hihetetlenül kellemes érzés fog el ezzel a játékkal játszva. Amilyen skálákon mozog ez a játék, amilyen grafikai szinten áll, azt kell mondjam, hogy már inkább-inkább egy művészi alkotás, és ahogy a lezajlik egy folyamat a pályán, a rombolástól kezdve mindenig, ez egyszerűen fantasztikus. Nagyon boldog vagyok, hogy visszahozták ezt a Battlefield Bad Company 2-es rombolhatósági szintet, és ezt így megpofozták még egy igényességgel, mert ott volt egy kis BF Bad Company 2, egy kis kiábrándultság, amikor így önmagába valahogy így szétrobbant az épület, és így lehullott a semmibe. Ezt most megpofozták egy igényességgel, egy gyönyörűséggel, a hangulat a repülőkbe, a fegyverek hangjai, egyszerűen minden fantasztikus ebben a játékban ebből a szempontból. És természetesen, mint minden olyan játéknak, ennek is van az az oldala, amit elvárunk, és az, ami a valóság. És most, ha nem haragszatok, akkor beszélgessünk egy kicsit a valóság részről. Néhány észrevétel, amit észrevettem, és nem vagyok benne biztos, hogy egészen változni fog ez, amire kijön a béta, vagy amire kijön a teljes játékváltozat. Olyan dolgokra próbálok itt rávilágítani, ami nem múlik azon, hogy most béta, vagy teljes játék, vagy alfa, nem így nagyjából megmarad. Lesz egy-két dolog, amit csak úgy megemlítenék, mert egyrészt úgy tartom, hogy egy kicsit fontos, és lehet, hogy hozzásegített abban, hogy döntést hozza le, abban, hogy megvedd ezt a játékot, vagy sem. Az előrendeléssel én mindenképp várnék. Tudom, hogy nagyon nagy a zsongás körülötte, de várnék azzal az előrendeléssel. Főleg azért, mert nagyon sokat csalódtuk már manapság nagyon jó kinéző játékokban, és nagyon sokat ígérő játékokban. Nem, mint hogyha most a Battlefield-esek sokat ígértek volna, de az a trailer, ugye az igen ütős, a játékmenet igen megkapó, azt kell, hogy mondjam. De akkor térjünk is rá a lényegre. Első jó tanács, talán még várjunk az előrendeléssel. A második jó tanács, az konkrétan hozzáfűződik ez a grafikai intenzitáshoz, és említettem az előző videóban is, ugye, nagyon-nagyon durván sok a grafika, ha ezt a játékot high-on játszod, akkor végképpen durván sok lesz a grafika, és emiatt is lehet hihetetlenül élvezni. A másik a rossz szempont, hogy aki ezt most egy skill alapúra akarja venni, akkor azon nagyon sok grafika zavarni fogja, és valószínűleg úgy is leveszi a francba a grafikát. A másik dolog pedig, hogy aki nem tudja kihozni belőle azt a 60 FPS, tehát itt nekem is ugye a laptopon az a 40 és 60 FPS között volt, attól függ, hogy mennyire volt meleg a laptop, és hogy mennyire volt grafikailag megterhető a környezet, akkor nagyon kaotikus lesz, de nagyon kaotikus lesz, és ez az egyik játéknak az egyik nagy hibája, hogy van egy olyan érzésem, hogy nem csak 40 FPS-en kaotikus, és ez következik egy másik dologban, amit hamarosan fogok beszélni, szóval azt mondom, hogy ezt a játékot 60 FPS-en érdemes játszani, szóval hogyha lovon nem hozol ki belőle 60 FPS, nem biztos, hogy ez az a játék lesz, amit meg kell vegyél, mert hogy csalódás fog érni játék közben. Na most, a másik dolog a kaotikusság, és itt most rátérnék a fegyverekre, és nem vagyok benne biztos, hogy ez változni fog, amire kijön a teljes játék. Elsősorban szeretnék külön kiemelni azt, hogy nagyon örülök, de nagyon örülök, hogy visszahozták a fegyvereknél ezt a magasfokú visszarugást, ami volt annó, mikor kijött a BF4 is. Volt a fegyvernek egy alap magasabb fokú visszarugás, ami jobban készített arra, hogy szabályozza a fegyvert, na ez most itt nagyon jól megvan ebben az alfában, és ebben már biztos, már most biztos vagyok, hogy rengeteg sírás lesz a gamerek által, hogy ezen javítsanak, meg azt hozzák lejjebb, meg anyám kínja, és ebben is biztos vagyok, hogy lesznek noob fegyverek, mire ugye azt mondjuk, hogy azoknak van kitalálva, akik annyira nem prók a játékban, tudjanak ők is siker élmény szerezni, ilyen fegyver is majdnem biztos, hogy lesz, itt most sokat nem lehetett kipróbálni, ugye, de a fegyvereknek nagyon nagy a visszarugása, a szórása, úgyhogy tényleg egy kicsit oda kell figyelni, hogy mit kell csinálni. És valahol értem is, hogy ez miért van így, ezzel, hogy nagyobb visszarugás és golyószórást adnak a fegyvereknek, nem tudom, hogy ez változó fege, lehet, hogy ez változni fog, szóval ne vegyétek készpénznek. Ugye ezzel egy kicsit skill alapúbbá akarják tenni a játékot, esetleg ez azzal a következménnyel jár, hogy lelassul egy kicsit a játék, mert ugye a játékosok kénytelenebbek meg fontolni azt, hogy mit csinálnak. És íme itt
Egy másik ebből következő probléma, ami a fegyverek és az életed között van. Az élet iszonyatosan gyorsan lemegy, tehát a time to kill nem túl hosszú a játékban, ezzel még ezt még túl is lehet élni. Viszont a élet nagyon lassan töltődik vissza. Gondold végig, hogy benne vagy a kill streakben, már 3-4-et megölnél, és tudod, hogy jönnek feléd, de meg vagy sebesülve, iszonyatosan lelőtték az életedet, és amire feltöltődik az életed, ez nagyon-nagyon sok idő ebben a játékban, és iszonyatosan megnehezíti a tempódat. Tehát föl van véve a tempód, benne vagy a pörgésben, megcsináltad, elkezdett foglalni, és nem töltődik az életed, és tudod, hogy jönnek, és szükséged lenne az életedre, és ez nem történik meg idejében, és nem tudsz vele mit csinálni. És megakasztja a tempódat, és emiatt elrontja a játékélményed. Tehát az a lassú, le akarták lassítani a tempódat, amikor már fel vagy pörögve, nem túl szerencsés, mert nem tudsz vele mit csinálni. Két-három embert megölsz, meghalsz. Nem tudsz killstreakben maradni, mert túl alacsony az életed ahhoz, hogy kockázatot vállalj, hogy kimenj és további embereket lőj meg. Azt hiszem ez a jelenet, ez ilyen tipikusan bizonyítja ezt a részt, és ez vele a legnagyobb. Ez egy iszonyatosan nagy probléma, és remélem, hogy ezen a téren változtatják azt, hogy meggyorsítják az életfeltöltést, mert ez katasztrofálisan lassú, és megakasztja a tempót, és ez nagyon idegesítő. A másik dolog pedig a fegyverek. Na most, amint láthatjátok, vannak bennük ezek a kis submachine gunok, ezek ugye szolgálnák a közelharci csatározást, és eme célra tökéletesen megfelelők, nagyon távolra tehát egyszerűen nem lehet velük lőni, iszonyatosan távolra, egy-két golyót belősz, a sebzés nagyon kicsi, amit csinálnak, és ez így van rendjén. Hatalmas golyószórások van, szóval közelre is azért skill kell ahhoz, hogy némi tapasztalat, hogy tud kezelni a fegyvert. És a másik, a probléma következő része az pedig nem az assaultnál, a mediknél van, és a support classnál kezdődik. Ott úgy érzem, hogy egy igen-igen nagy probléma állt fent. Itt most az alfa előtt, és ezért ne is vegyétek készpénznek, amit most mondok, lehet, hogy ez változni fog. De ugye a mediknél ki lehetett próbálni egy ugye egylövetű fegyvert, egy bolt action-t, és a probléma ezzel a fegyver, hogyha ez tényleg így marad esetleg teljes játékra vagy bétára, ezek a bolt action rifle-oknél az volt a probléma, hogy szinte csak közép távig voltak hatékonyak, pedig azért olvastuk már könyvekben, ezekkel igen messzire is el lehetett lőni. Na most a játékban az igazság az, hogy lekorlátozták őket a buta szintre, hogy csak közel és közép távig hatékonyak ezek a fegyverek, és középtávon is már hatalmasat esik a sebzés ezeknek a fegyvereknek. Ezzel iszonyatosan úgy érzem, hogy nagyon nem a helyére rakták ezt a fegyvert, mert a sniperknek hatalmas előny jut, a kis gépfegyveresek, mint amilyen én is most itt vagyok, nem jut semmi, nem tudnak védekezni sniperek ellen, és ugye a mediknél lévő fegyverek, ezek a bolt action rifle-okkel, egyszerűen nem tudsz olyan távol lőni precízen, hogy a sniperektől megvéd magad, és a közép, a hosszú és a középtáv közötti távon egyszerűen védtelen vagy mindentől szembe. És ez iszonyatosan rosszat tesz a játéknak. Igen, ott mondhatnátok ugye, hogy itt van az a supportnak a machine gunja, ugye a bipodokkal van tele az egész játék, és rakjuk le a bipodokat, és akkor nagyon-nagyon jó lesz a játék. Próbálták megütni ugye a supportnak a fegyvereit olyanra, hogyha nem tudom, aki játszott vele és tapasztalta, lerakják az emberek a bipod, ha lerakod a bipodot a support fegyverre, olyan precízen lősz, mint a lézerrel lőnél. Komolyan, de hogyha fölveszed, össze-vissza rángat, de mégis lehet vele azért elég jól lezúzni az embereket, és ez több mint valószínű, ez azért van,
Mert hogy ugye próbálják rávenni az embert a csapatjátékba azzal, hogy bipodot raknak a fegyverre, és rákényszerítik arra, hogy kinyisd a bipodot, és úgy lőtt, és fedezd a társaidat, miközben azok előre nyomulnak, de ezt az emberek nem fogják megcsinálni, ha csak nem ismerősök és csapatban játszanak, ezért a fegyvereknek, ugye a support fegyvereknek próbáltak megadni egy olyan beütést, ami nem készíteti őket arra, az embereket, hogy csak kempelniük kell ezzel a fegyverrel és szupportolni, vagyis fedezni a társaikat távolról, hanem nyomulhatnak előre, és megcsinálták ezt a mixet, és egyenesen katasztrofális lett, mert a support fegyverek se közeltávon, se középtávon, sehogy igazán nem hatnak, de ha szerencséd van, akkor egy egész jó kört elkaphatsz, és az igazság az, hogy ezt a részét így a szerencsére annyira nem lehet alapozni, vagy megcsinálunk egy fegyvert rendel szerint, vagy nem. De nem mixeljük a kettőt, mert tudjuk, hogy az emberek azok önzőek, és nem fognak tényleg valóban úgy játszani ezzel a fegyverrel, ami a rendeltetése, ezért beépítünk neki egy kis funkciót, mi szerint azért tudjon vele támadni is, és menet közben is lőni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legmegfelelőbb megoldás. Természetesen itt majdnem biztos, hogy lesznek olyan fegyverek, amik jobban megfelelnek a supportnak, és jobban megfelelnek majd a supporton belüli támadásnak, és nagyjából mindenki azt fogja választani, mivel önzőzni is lehet, nem csak a társakat támogatni. De ez mind érvényét veszti, hogyha az embernek van egy jó csapata, összefognak ott öten, és akkor egy csapatban nyomulnak, és akkor mindenki tudja csinálni a feladatát. Szóval az első szempont, amit nagyon rosszul csinálnak, az assault fegyvereknél, ugye az engineer, ami az engineer-le, az assault fegyvereknél távolra hatástalan, nem tudja magát védeni, ez rendben van, de a mediknek a fegyvere sem tudja megvédeni a submachine gunosokat távolra, mert nem túl hatékony ez a fegyver. Az a fegyver a support class nem tudja igazán fedezni a többit, és így tovább. A sniper egyszerűen fantasztikusan kiegyensúlyozott, azt kell, hogy mondjam, de itt problémák, játék, tempó szempontjából lesz még mit javítani, és remélhetőleg valamilyen szempontból fognak is. Ez egy személyes meglátás, én ezt vettem észre, ilyen akadályokban ütköztem. És ez, higgyétek el, a sok grafika és a sok élmény mellett néha nagyon frusztráló tud lenni, és nem mindent akarok, csak nem frusztrált lenni egy játék közben. A tankok OP-k. Egyre OP-k, de nem azért OP-k, mert iszonyatosan sebeznek, és stb. És nem lehet őket kinyírni. Egy kis taktikusságot beleviszel a tankjátékba, ledarálod az egész csapatot, és nem azért, mert hogy annyira erősek a tankok, meg gyorsak és a többi, hanem azért, mert a ellene való védekezés egyszerűen katasztrofálisan rossz. Az ellene való felhozatal jó lenne, csak olyan keveset sebeznek a tankokra az antitank fegyverek, hogy egyszerűen feldughatod a seggedbe kétszer. Igen, tudom, hogy arról szólna, hogy csapatjáték, meg hogy mindenki dobálja a tankokra, amit dobálni kell, viszont amire oda eljut, hogy mindenki észrevegye a tankot és rádobálja, amit kell, meg nem mindenki van, ugye asszolt ugye engineer-rel, vagy asszolt klasszal a játékba, és egyszerűen a tankok néha majdnem mindig le tudják darálni a csapatot, és hogyha kívül is maradnak a csatatéren, nem benyomulnak oda mindenhova, hanem egy ilyen külső szögből lövik az embereket, ott darálás van. És főleg úgy, hogy annyian lehetnek a tankba, öten férnek bele egy nagyobb tankba, szóval egyszerűen ez túl sok. Azt kell, hogy mondjam, és emiatt nagyon OP-ba váltak, legalább egy kicsit jobban sebezzenek a... Ez majdnem biztos, hogy változni fog, mert emiatt lesz és van is sírás, az biztos, és ez majdnem biztos, hogy változni fog, remélhetőleg a tankunk az OP-sága ennyire, ilyen szinten nem marad meg. Ezek lettek volna a meglátásaim, ne vegyétek készpénznek, ez egy alfa, sok minden fog változni, és majd ki is derül majd a bétáról, hogy mi változik. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!